Drága Moshimo professzor, hogy áll a legújabb találmánya? Tudom, hogy óriási lesz. Őszinte híve, Tommy Turnbull. Drága Tommy, felülmúlt a legvérmesebb várakozásaimat. De attól félek, hogy rossz kezekbe kerülhet. Biztonságos helyre kell küldenem. Valahová, ahol talán megtanulhatja, mit lehet fiúnak lenni. Na mert ő a robotfiú, Robotboy. Robotboy. A félelmetes tudomány. Robotboynak tetszik a kiállítás. Nem, Robotboy, ne feledd a szereped. Te lennél az én tudományos alkotásom. Oké, Tommy. Szia! Én jövőbeli robot! Ez csalás, Tommy. Arról volt szó, hogy kitalálsz valamit. Mit csináljak, ha annyi dolgom van a világ legerősebb harci robotjával? Sose búsulj, fiam, mert G-fiú viszi haza az első díjat! Nézd csak! A kajagép! Tessék, a tehén sajtos makaronit készít! Aztán megeszem, és akkor... Oké, értjük a lényeget. Sziasztok! Lefogadom akármibe, hogy a harci gépünk kalapácsfej, amit Stewval építettünk, szendvicset készít a nevetséges és szánalmas robotból egy éles harcban. Inkább várjatok meg, amíg Kurt is ideér. Nem kell tőle engedélyt kérnetek, ha csak ki kell mennetek. Többé már nem. Opa, Bestiu, én vagyok a fej. Kurt ejti a sulit. Mármint beteg és elment. Szia, apa! Apa, itthon vagyok. Maláriát kaphattam. Rendelhetünk pizzát. Hi-ha! Egy robotikus harci gépezet? Hiszen ez óriási! Amikor végre végzek a sulival, én is kormányügynök akarok lenni, épp úgy, ahogy az öregem. Apa soha nem tudja meg, ha elviszem egy pár fordulóra. Gyere csak ide! Ilyet még sose láttam! Csak nyugalom, Robi! Ha túl gyorsan győzöl, gyanakodni fognak! Jól van, Tommy! Csak nyugalom! Hé, ez a miénk! Jó, bármit megtehetek, amit csak akarok. Talán mégis elmegyek arra a hülye kiállításra. Biztos én gyerek! Sülök. Nem mondd, hogy nincs benne légkondi! Megállás! Ha! Na? Szóval nem kaptam légkondicionált irodát, hő? Na persze, nulla tábornok. Gyeztünk! Kik vagyunk mi? Mi vagyunk a kalapács fejek? Hé, hey, Robotboy, nem adja meg magát! Hé, mi történt
a baba történelemben előadásommal. Lássuk a tudományos kiállítást. Csúnya ütni. Hé, nem igazság. Mintha az anyukám hívott volna. Engem is. Miért hívna téged az én anyukám? Veszélyesnek tűnik ez az izé. Jobb lesz, hogyha eltűntök innen. Oké, de én nem ijedtem meg ettől, Tom. És te mit teszel? Nem hagyom itt Robot Boyt. Júj, hol a banda? Ezt látnatok kellene? Hű, micsoda nyomorult kis alkotások! A sok vesztes! Hé, ez Lolái! Nyugalom! Tessék, mit mondtál? Nyugalom! Ez nem volt nehéz. Utálom az a fejet. Nem üt vissza. Ha, én mondtam, hogy veszítsen. Mindent felejts el! Harcolj! Harcolj! Ez nem volt szép, Tommy. Fogadok, hogy ez az ócska fazék az alkotása. Nem kell kímélnem többé! Nem kell kímélned, nem kell kímélned! Segíts! Tommy! Kapd meg, ami a tiéd, vesztes! Miért olyan ismerős nekem ez a hang? Ez az! Kapd el, Robot Boy! Most már mérges vagyok! Állj! Robot hangja tisztára, mint Körti! Mert ez Kört! Ó! Tommy csinálta ezt? Ne, Robot Boy! Egy gyerek van benne! Meg kell őt kímélned! Még akkor is, hogyha egy utolsó gazfickó. Ne, nem szabad! Uralkodnod kell magadon! Majd kitalálom, hogy hogyan állítsam meg. Ez nagyon jó. Csak megsülök ide bent. Ah, egy kis levegő. Már sokkal jobb. Oh.
sajtos makaronim! Hol van Tommy? Miért? Ki? Egy pillanatra, fiam! Mit tettél, fiam? Mit tettél, fiam? Hát, én semmit. Akkor hogy került a robotikus harcigépezetem? Épp a te sulidba! Ez az én robotom! Nem a tiéd! Az enyém! Elnézést, ez a maga robotja? Miért? Nem azt mondtam! Ültette! Én? De hogy ez a te robotod? Mindketten velem jönnek! Automatomi. 24 órányi folyamatos szétütő csapások. Légy ott, vagy szétütöm a képedet! Ó, miért tenni? Nem kell kérdezősködni, te csak tedd! Amit parancsolok! Robotboy, gáz! Ezt nézzétek! Szép öv! Most következik a nadrágja! Jaj, ez nem egy egyszerű öv! Nézd csak! Nagyobb kalitka kell! Kis haver! Tommy, semmi baj! Működik! Ugye, hogy milyen jó? Működik! Átröpített a szobán és a falhoz csapott téged, és ez boldoggá tesz! Nem, a találmányom! Nos, nem csak az enyém. Mosimó is besegített egy kicsit. A macskák bajban vannak. Mosimóval a felturbozás új formáját dolgoztuk ki. Hogy alkalmazzuk az erőt akár élő lényekre is? Az egér volt az első kísérletünk, és most jön az igazi teszt. Várj, Tommy, az egér bolond lett. Nem akarom, hogy Tommy bolond legyen. Nyugi, Robi! Mi sülhet félre? Hajrá, Tommy, hajrá! Csak egy kis tesztelés lesz. Nem tartom bölcs dolognak. Túlságosan korai még a szuperaktiváló külső vázat embereken tesztelni. De, professzor! Sajnálom, Tommy, de nagyon sok veszéllyel járhat. Megértettem, professzor. Nagy kárbajdás! Adhatál volna nekik! Éppen ahogy a kölhaverom csinálja! Hé, haver! Elszívod az én levegőmet, kapjátok el! Elkapni! Mindjárt ott vagyunk! Jó hintázást, vesztes! Vesztes! Szia, vesztes! Tommy, mit csinálsz? Hallottad, mit mondott Mosimó? Ez azt, amivel csak fel, Mosimó, mégsem a szülőhatyád! Én csak gondoltam... Hé, elkezdődött már az emberi ököl maraton? Hé? Maraton? Igen! Igen! Lássuk csak! Jaj! Igen! Hey, szuperaktivált lettem! Ez az! Szupererős lettem! Ez az! Ha-ha!
kész van. Hát nem csodás. Vajon mit szólnak hozzá? Ne! Jaj, ne! Ez ott jó lesz. Egy kis tüskés nyami. Ízletesnek tűnik. Mi lesz, fiam? Egyél! Engedd el! Nos. Hisz ez a régi cimborám, vesztes Turnbull, ugye? Mi ez? Szúr! Nocsák, úgy látom a vesztesnek új babajáték űröve van. Akkor add ide! Törpelyek, a végén még nyomavész! Tobi! Meglátjuk, ki az a nagy vesztes. Úgy hallottad, vesztes? Pedig mi azt mondtuk, hogy... Én vesztes? Igen, mert örülünk, hogy köztünk vagy, nem igaz? Tehát én vesztes vagy? Én meg azt hittem, hogy vesztest mondtunk. Senki nem mond el semmit. Jó, ez a szuperaktiválás csodás dolog. A szobrom. Ez még csodásabb. Oh, igen! Ez az. Remek. Kelj fel, ököl! Üsd a nyulat! Hol van az ököl? Megszakítjuk adásunkat, mert különleges hírrel szolgálhatunk. Miután bejelentették, hogy egy erőszakos egér megtámadott egy csapatnyi macskát, egy különös nap egyre különösebbé vált. Élő felvételt látnak az Öböl sportreptérről, ahol valamilyen robotikus külső vásznos... Jaj, ne! Tomi van a tévében! Most mi lesz? Tomi a tévében? Mit keres Tomi a non-stop tévés ökölharcban? Mázista! Na, ezzel nincs több. Jaj, a sok szupermókában jól megéheztem. Merre lehet itt a mosdó? Hé! Jól van, te robot szörnyetek! Feküdj le a kifutóra! Tedd a kezed, a fegyvered az fejed fölé, különben tüzet nyitunk. Ó, nem. Egy kicsi túlzásba vihettem. Ó, nem. Megmagyarázom. Én csak egy gyerek vagyok. Ne már. Ki kell kapcsolnom. Jaj, nem. A kikapcsoló gomb összesült, és nem tudom felülírni a védelmet. Jaj. Mi talált el? Ki kell jutnom a ruhából? Jaj! Mit csinálsz? Állj már le! De mit? Nem maga, a ruha. Geronimo! Sajnálom, ezt sem akartam. Tomi, mit csinálsz? Ez nem jó. Tudom, Robi, de a külső vázam elszabadult. Tenned kell valamit, hogy megállítsuk. Oké, Tomi, megteszem. Jaj. Tomi! Nem leszek mérges! A robotboly tübe gurul, még Tomi is megsérül! Semmi baj, Robi, épp ezt kell tenned! Robi, vigyázz! Jaj! Hú, de nagy dobás volt! Robi, el kell pusztítanod ezt az izét! Jaj, csak ne találd el az arcomat!
ne! Nem akar bántani! Rájöttem! Mi bajod van, te vashulladék? Nem vagy elég bátor? Ne fogd vissza magad! Zuki! Istenem! Robotboy! Jaj, ne! Mégis mit tettem? Robi! El sem hiszem, hogy milyen ostoba voltam. Miért nem hallgattam senkire? Ne! Kérlek! Ezt ne! Kérlek! Végre! Sikerült! Sikerült! Figyelj csak! Látszik a hámtakaró! Ó, igen! Hoppá! Minden rendben, Tommy! Meg vagyok rabadva, Cassie. Azt hiszem, az emberek még nem állnak készen a szuperaktiválásra. Azt hiszem, inkább elpusztítom az övet, mielőtt még több bajt csinál. Hé! Hey, hová tűnt? És hol van gáz? Jaj, ne! Ez finom! Most fejem van az erő! Imádom! Hé, haver! Ez kell nekem! Ez kell nekem! Ne! Mi az az egész? Bocsás! Mindegy, hogy kell lenni!